Nagyon nehéz a magyar művészekkel együtt dolgozni? Szerintem mindenkivel úgy lehet együtt dolgozni, hogy... Egy olyan emberhez tartok éppen, akinek az álmairól tavaly és tavaly előtt szerintem az egész ország tudott és az egész ország beszélt. Illés Gabihoz jöttem, aki a játékkészítőnek, az álomutazónak, de egyébként a Megasztárnak is a producere volt. Ő hozta el Magyarországra az űrkiállítást, és hát ugye eddig mindig csak általatok nagyon ismert emberekkel forgattam, de én tök fontosnak tartom, hogy megismerjétek azoknak az embereknek is a gondolatait, az arcát, akik szerintem igazán példaképek lehetnek, és Gabi pont ilyen, és itt vár már engem az ajtó mögött. Ezer éve ismerjük egymást, annyit még hadd áruljak el nektek, nagyon-nagyon szeretem őt, sokat dolgoztunk együtt. Kop-kop. Hello! Jó reggelt! Szia! Jaj, csak nem nekem látni. Készül a kávé. Képzeld el, a tiéd már el is készült. Már ezt is. A családi ezüst készletből a kiskanálat. Elárultam, hogy ezer éve ismerjük egymást, úgyhogy pontosan tudod, hogy szeretem a kávét. Igen. Pici kókusztejjel. Igen, és kicsit ízesített, hosszú kávé. Köszönöm szépen. Miről álmodtál tegnap este? Miről álmodtam? Hát túl sokat nem tudtam álmodni, mert hogy tegnap volt az álomutazónknak a záróbulija. Igen. Ennek a produkciónak, amit decemberben a Vogue-csarnokban bemutattunk a közönségnek, és hál' Istennek nagyon-nagyon nagy siker volt. Nagyon szerették a nézők, és nagyon szerette a stáb is, és ezt ünnepeltük, úgyhogy igazából nem olyan rég tudtam nyugovóra hajtani a fejem, és már keltem is, hogy fogadjalak benneteket. Így csípőből meg tudod mondani, hogy egy nap hány e-mailre válaszolsz? Hát változó, hogy milyen projektben vagyunk, de biztos, hogy van olyan, amikor 200-300-ra is. Mi az, amiről Illés Gabit egészen biztosan fel lehet ismerni? Hú, hát aztán a környezetétől kéne megkérdezni, ez egy nehéz kérdés. Szerintem egy harsány vidám lány. Volt visszatérő álmod a gyerekkorodban? Volt visszatérő álmom. Szoktak lenni harcos álmaim, az a jellemző, nagyon sokat harcolok. Nem kimondottan ugyanaz a harc, de hogy küzdök sokat álmaimban. Mi az, amitől a legjobban félsz? Félsz? Nem szoktam félni. Mikor döntötted el, hogy producer leszel? Nem tudtam még, hogy mit jelent az, hogy producer, de mindenképpen már gyerekkoromban szerettem volna vagy a médiával, vagy a színházzal foglalkozni. Én gyerekszínész voltam, amikor kicsi voltam. Olyan nagy nevekkel, mint Bodó Viktor, Lengyel Tamás, ők maradtak a színházi pályán. Ugye Viktor rendező, Tamás pedig színész, és fantasztikus dolgokat csinálnak. És amikor én gyerekként azt gondoltam, hogy nem leszek elég jó színésznek, mert nem tudok énekelni, nagyon nem. És az mindenképpen azt gondolom, hogy kellene hozzá, hogyha az ember ilyen pályára adja a fejét. Ezért úgy gondoltam, hogy mennyire izgalmas megnézni azt, ami a háttérben történik, amikor jöttek hozzánk forgatni különböző stábok, és akkor fogalmaztam meg azt, hogy én vagy rendező szeretnék lenni, vagy riporter. Mi volt ez a táska, ruha, vagy bármilyen darab, amit az első produceri fizetésedből vettél? Meg tudom mutatni. Az a Megasztár volt az első produceri megmutatkozás, aminek a végén azt gondoltam, hogy megjutalmazom magam. És szoktam gyűjtögetni. Én egy nagy gyűjtögető vagyok egyébként, hasonlóan hozzád ikrek lány vagyok, és az egy, hát ez a csajoknak mond valamit, ugye, főleg miután már nagyon sok ilyen kultikus tárgy van. Ez egy Louis Vuitton táska volt, amit azt gondoltam akkor 28 évesen, a Megasztár sikere után, hogy megérdemlek. És itt van legfelül egyébként. Rögtön itt a táskás. Az unikornis mellett, igen. Nagyon sokféle érdekes dolog van. A unikornisos táskám. Van dinnyés táskám. Van rákos táskám. Atyaisten, ez tényleg egy kincses láda. De vannak komolyabb darabjaim van is, mint például ez a táska. Ez volt az első. És hát most már patináns lett itt az évek folyamán, mert 28 azért nem tegnap voltam. De nagyon-nagyon szerettem. És azt is gondolom egyébként, hogy ilyen darabokból az embernek nem kell 67, hanem az, ami úgy viseli. Amint benne van a monogramom egyébként. Itt. És tényleg. Ki Illés Gabinak a példaképe? Van egy hölgy, akit úgy hívnak, hogy Coco Chanel, akit Gabriellának hívnak, és ugye nyilván szereti az ember az ilyen karmikus dolgokat. Az én kedvenc rúzsom például a 444-es számú Gabriella rúzs, ami az ő kedvence volt, illetve Chanel parfümöt is használok. Ő például egy nagy ikon szerintem, de hogyha magyar példát kell mondani, akkor Pintér Katalin,
a Zserbó háznak a tulajdonosa, és Gerendai Károly, aki fantasztikus dolgokat csinált már ebben az országban, hogy őket nevezném meg először. Volt arra például, hogy meginoktál? Nem. Volt olyan, amikor meg kellett állni, és át kellett gondolni a dolgokat, de azt gondolom, hogy ha valaki hisz valamiben, akkor az viszi előre, és lehet, hogy nem így megy az úton, mert kicsit így kell menni, meg kicsit úgy kell menni, de eljut oda a végére. Nagyon nehéz a magyar művészekkel együtt dolgozni? Szerintem mindenkivel úgy lehet együtt dolgozni, hogy teljesen tisztán és őszintén kommunikálod azt, hogy mit szeretnél, mik az elvárásaid. Biztos én sem vagyok könnyű eset bizonyos szempontból. Ha elmondod azt, hogy mi az, amire szeretnéd felkérni őket, és le vannak fektetve a szabályok, és ezeket kölcsönösen tiszteletben tartjuk, és te is odafigyelsz arra, hogy neki mi a fontos, és ők is arra, hogy nekem mi a fontos, nekünk mi a fontos a produkciónak, akkor ez jól tud működni. Meg egy kivételes helyzetben vagyok, hiszen a mi produceri cégünk egy olyan dolgot csinál, ami unikális, és ebben a dologban azért mindenki szeretne részt venni. Tehát nem nagyon van olyan, akit győzködni kell, hogy egy ilyen típusú dologba részt vegyen. Itt az egyeztetések mindig a nehezebbek. Hová szeretnél elutazni a legközelebb? Most nagyon sok dolgom van még, mindenki azt kérdezi, hogy egy ilyen nagy produkció után hova fogok elmenni pihenni. Most a családdal elmegyünk a Mátrába hétvégén, de egyébként áprilisban lesz lehetőségem arra, hogy pihenjek, és egy jogatáborba szeretnék menni Sri Lankára. Mesélj el nekem azt a pillanatot, amikor megláttad, hogy több százezer ember kíváncsi a te álmaidra. Csak a pillanatra vagyok kíváncsi, amikor tudatosult benned, hogy úristen, a játékkészítőnél 10 előadást terveztetek, de már a 12-et is meg kell szervezni, mert akkor az érdeklődés. Mi nagyon családi vállalkozás vagyunk, nagyon jó energiákkal működik a kis tulipán tündér földön a csapat, és nagyon közvetlenek vagyunk, nagyon szeretjük ezt a dolgot, és emlékszem akkor, hogy cégtársam Gyuri és Kriszta volt mellettem, aki a gyártásvezetőnk és abszolút első számú ember, ő is a cégben, és jött a sok ember a tüskecsarnokba, és mondtam, hogy hú, tényleg hívtunk egy pár embert vendégségbe idén karácsonykor, és most már ez egy szálló ige, hogy hát igen, idén karácsonykor is szeretnénk egy pár embert vendégül látni karácsonykor. Jazz vagy rap? Jazz. Bor vagy aperol spritz? Bor. Aktív vagy passzív pihenés? Attól függ, hogy éppen milyen életciklusban vagyok. Párizs vagy Milánó? Párizsban többször voltam, Milánóban még nem, úgyhogy Milánó. Mi jut róla eszedbe, meg a sztár? Egy nagy csillag, és az, hogy el se hittem, hogy ezt rám merték bízni, és ülök egy irodában, ami az akkori főnökömnek az irodája, és mondta, hogy lesz ez a műsor, visszahozzuk ezt a legendát, és hogy producer leszel, és te leszel a producere. És ezt már hamarabb tudtam, mint az első olyan munkát, amit Uri Gellerrel csináltunk, amiben én gyakorlatilag, mint nagy show műsoros producer debütáltam a televíziós karrieremben. És így kijöttem az irodából, de úgy elgondolkoztam azon, hogy jól átgondolták? Olyan, mint amikor egy gyerekre rábíznak valamit, hogy akkor most elmehetsz egyedül az iskolába, vagy bekapcsolhatod a sütőt, vagy bármi. Úgyhogy egy jó érzés volt, egy nagy kihívást éreztem, és egy nagy vágyat, hogy jó, már azonnal el akartam volna kezdeni csinálni. Friderikus Sándor? Sándorral nagyon érdekes a kapcsolatunk, hektikus. Azt gondolom, hogy azon emberek közé tartozok, akit Sándor megszeretett, és nyilván ez nagyon sok nehéz percet szült, mert onnantól kezdve, hogy Sándor megszeret valakit, onnantól kezdve nagyon ragaszkodik, és nagyon érzékeny is arra az emberre. Ebből fakadóan vehemensebben éltünk meg vitákat a szeretetből, mint ahogy általában ugye a családdal, a párkapcsolatban, hogyha valaki közel áll hozzád, akkor érzékenyebb az egyik ember a másikra. Úgyhogy a mi kapcsolatunk ennek minden színét hordozta magában. Jobban vagyunk, és fogunk nem sokára vacsorázni. Közben egy pohár vizet töltesz nekem, és elárulod nekem, hogy mi volt a legnagyobb hülyeség az életedben, amit csináltál, amit elkövettél? Biztos sok hülyeséget csináltam, de mindig nyilván volt valami oka. Én azt tudnám inkább mondani, hogy a környezetem számára az volt a legnagyobb meglepetés, amit talán sokan hülyeségnek is gondoltak, hogy én kitaláltam azt, hogy meséket szeretnék egy nagy színpadon gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak bemutatni. Mi a következő álmod? Remélem, hogy hamarosan meg tudom mutatni. Ez egy kiállítással kapcsolatos intézménynek a létrehozása. Ki a legfontosabb ember az életedben? Hát családbarátok, de a családban nekem beletartozik a barátok is, hiszen azok a barátok, akik hozzám közel állnak, ők számomra a család szintén. Mi az, aminek a legjobban örültél az utóbbi időben? Tegnap annak a virágcsokornak. Melyiknek? Annak a nagynak. Az a jelentősége ennek a csokornak, hogy tegnap, ahogy említettem, már volt az Álomutazó produkciónak a zárobulja, és egészen meglepő volt, hogy mondtunk egy-két mondatot, megköszönvén a stábnak a munkát, Ironics Tamás rendezőnkkel, és a végén egyszer csak előkerült ez a nagy csokor, és nekem is megköszönték, és
Kész, zavarba is jöttem, pedig ritkán szoktam. Mi az, amire nagyon szeretnél időt szakítani, de pont amiatt, hogy ennyire sok munkád van, egyáltalán nem jut időd? Én azt gondolom, hogy mindenre időt szakítok, amit szeretnék. Tavaly lefutottam a maratont, felkészültem rá, befejeztem a doktori iskolámat, úgyhogy azok a dolgok, amik fontosak, azok ott vannak, terítéken vannak, hogyha mindig tervezek, és mindig megvan a naptárban az, hogy éppen mire szeretnék időt szánni, és ami elő van, ami prioritást élvez, arra mindig sor is kerül. Mi jut róla eszedbe? Harc? Az álmaidért küzdened kell, harcolnod kell azért, hogy megtörténjen az, amit te szeretnél, és csak úgy lehet, és csak úgy van értelme harcolni, ha hiszel valamiben. Alázat? Nagyon fontos. Sokkal inkább fontos szerintem az, hogy alázatos legyen valaki, mint hogy tehetséges. Én nem gondolom azt, hogy én egy speciálisan nagyon sok tehetséggel született ember vagyok, viszont alázatosan is sokat tettem azért, hogy megtanuljak dolgokat. És látom azt, hogy sok olyan tehetséges ember van, aki vagy a szorgalom hiánya, vagy az alázat hiánya miatt meg nem tartott, ahol kéne tartania. Hogy hívták azt a négy lábút, aki ez a legjobban kötöttél gyerekkorodban? Őt Dantinak hívják, és nemrég költözött a csillagok közé. Miért pont piros szemüveg? Közben gyere, ígyük meg a kávét. A piros mindenkinek jól áll. Az jó fiúnak is, meg jó lánynak is, jó felnőttnek is, és jó gyereknek is. Egy harsány szín, ami mindenhol meg tud jelenni. És egy olyan kellék, amivel könnyen lehetett egy olyan szimbólumot találni, amit bárki természetes közegébe tud hordani, akár az utcán, akár egy tévéműsorban, akár egy plakáton jól mutat. Kész vagy a 30 kérdésre, képzeld el. Hú, tehát ledalált úgy gyorsan. De milyen sok mindenről tudtunk beszélni, úgyhogy most érdekes helyzet, hogy most én interjúoltalak téged. Igen. És legutoljára te, most én, úgyhogy 34 kérdéssel megvagyunk. Nagyon köszönöm. Én is. Tökre örülök neki, de ez egy izgalmas beszélgetés volt, viszont most te jössz az 5 kérdése. Ez mindig nagyon nehéz, mert amikor az ember nagyon jól ismeri a másikat, akkor ugye túl sok mindent tud róla, és nehéz kérdéseket föltenni, de hát ez a műsornak a jaj, de a vége, én annyira örülök, úgyhogy... hogy látlak, mert olyan ritkán tudunk találkozni ugye azzal, hogy össze-visszafelé vagyunk mindannyian, hogy mindig öröm, hogy kérdezhetek tőled valamit. Úgyhogy most azt is szeretném megkérdezni először, hogy mi az a következő álmod, amit szeretnél valóra váltani? Most van két nagyon konkrét álmom, tudod, én sem szoktam előre elmondani, kop-kop-kop. Annyit mondjanám ennyit. Annyit elmondok, hogy az egyik az február közepére kiderül, most szakmai álmokról beszélek, mielőtt megkérnek, hogy megint terhes vagyok, vagy valami. Tehát most szakmai álmokról van szó, és remélem, hogy februárban már elmesélhetem, hogy nektek is. Igen. Igen, a lábam, a kezem, mindenem. Csúliban. Úgyhogy ennek most már teljesülnie kell. Mi az, ami a legfontosabb tulajdonság számodra egy emberben? Az őszinteség. Aj, tudtam, hogy ezt fogod mondani. Az őszinteség az borzasztóan fontos számomra, az, hogy valaki jó szívű legyen, és megbízható. És akkor most a férjemnek a legszebb tulajdonságait szerintem elmondtam. Ez a három szerintem a legfontosabb számomra. Nagyon szép. És mi az, ami melyik az a tulajdonság, vagy mi az a dolog, ami a leginkább ki tud hozni a sodrodból? Az, hogyha valaki manipulatív, hogyha hazudik, és hogyha ilyen negédes. Na, azt nem bírom. Mi lenne az az 5 dolog, amit elvinnél magaddal egy bőrönbe, egy lakatlan szigetre, ha most kéne összepakolnod? Hát a férjem, a gyerekem, most már a futócipőm. Zenét biztosan vinnék, tehát a telefonomat elvinném, és szerintem egy ilyen rajztáblát, amit tudod, így le lehet törölni, hogy így a Milánnal tudjunk szórakozni, ha más nem lenne, a homokvár építést megunta volna már. Ez az 5, amit most elvinnék. Hányszor voltál életedben szerelmes, és milyen típusú szerelmek voltak ezek? Hát én, hát ismersz már, hogy én azért egy ilyen szerelmes típus vagyok, és sok fellángolásom, meg sok kis szerelmem volt, de az a fajta szerelem, amikor így úgy érzed, hogy a másik a legfontosabb, és ő az első, még saját magadnál is fontosabb, és az életedet a kezedbe tennél, és legszívesebben minden pillanatban vele lennél, ezt az érzést én a Balázsral ismertem meg.